Meg! Nem tudom, hogy mennyire érné meg ezt a videót. Nézd ide, hogyha az Alekos beszél, akkor én csupa fül vagyok. Újabb Sneaker Tour epizódunkban én Paher Balázs vagyok. Ebben a részben nem más fog érkezni hozzánk, mint egy igazi nemzetbiztonsági kockázati tényező, taxisofőr, Európa egyik legszebb férfi teste most már, és ismert az arabi dolgokról. Pénz, pia és nők. Ebben az adásban pedig nem más lesz a vendégünk, mint Alekos. Nagyon kíváncsi vagyok, gyertek! Vagyonőr testépítő. Egyben egy olyan kérdésem lenne, hogy te hogy kerültél ide? Úgyhogy szóltál. De te hol szoktál vásárolni amúgy? CBA-ba. CBA, az az öregek én. Kérlek szépen, a profiba kezdtem én, mert akkor az profi volt. Találtam. Csak miért kell alá ez a undorító, royalty free szar zene? Tényleg ezzel akarja fönntartani a fiataloknak az érdeklődését, hogy egy ilyen repetitív szart berak a videó alá. Akkor legyen meg normálisan megvágva, inkább legyenek benne hangeffektek, még azt is inkább legyen olyan, mint egy Csigér Alex videót néznék. Ez nagyon szíven szúr engem, amikor ilyen fost kell hallgatni minden egyes videóban, mindig ugyanaz. Tehát CBA-ra, hát én odajárok, az öregek tudják a jó árakat, követem őket, amit ők vesznek, az nekem is jó. Hát a Pennyben nem, mert oda az értelmi fogyatékosok járnak. A Lidlibe a droidok különben, mert akik meg van szabályozva. Ez a kassa most bezár, most álljának oda, akkor mennek. Akkor megmondják, akkor 3 perc múlva ez is bezár, mennyi oda, oda is mennek, hát rajnok. Tesco vaklalatárok. Én CBA-s vagyok. És egy olyan kérdésem lenne, hogy mi volt az első érzésed, amikor ide beléptél? Hideg van. És nekem még lenne egy olyan kérdésem, hallgassátok csak a hangjukat, jó? Csak a hangra figyeljetek, ne arra, hogy mit mondanak, hanem arra, hogy hogyan. Tesco vaklalatárok. Én CBA-s vagyok. És egy olyan kérdésem lenne, hogy mi volt az első érzésed, amikor ide beléptél? Észrevettetek valamit? Olyan kibaszott durva AI-os zajcsökkentés van rajta, hogy úgy hangzik, minthogyha alá lenne beszélve, vagy minthogyha a ChatGPT mondaná, vagy ilyen, AI-os hang lenne az egész, és annyira, de ezeket a technikákat nem így kell használni. Tehát, nagyon-nagyon-nagyon rossz. Az menjen el, gyógyítassa meg magát, vagy egy... Gyógyítassa meg magát. Nem jó ez, hogy vették föl? Szerintem... Én tudom. Elmondom. Láttok rajtuk mikroportot? Nem. Szerintem ott a képen legalább... szerintem egy 100 millió forintot, biztos, hogy többet, mert még az a vitrin is ott van, meg ugye ilyen OG-s cuccok vannak, szóval itt ezen a képkockán, hogyha ezt a sok cipőt, amit látunk, éppen eladnánk, házakat lehetne belőle venni, de hogy egy mikroportot oda csiptettek volna mindkettőjük nyakába, az k***a nagy kérés. De vitrinben ott vannak a 30 millió forintos cipők, és konkrétan a kamerának, a mikrofonjának a hangját belerakták egy ilyen AI-os szarba, ami följavítja, ahelyett, hogy vettek volna mikroportot. Ez tehát egy valamire való YouTube csatorna, aminek ekkora elérése van, miért nem képes ezt megcsinálni? Könyörgöm, hogy ha a tartalmat akarunk gyártani, akkor legalább legyen jó, legalább a minősége legyen jó, hogyha maga a tartalom szar, legalább akkor a minőség legyen jó. Nem az, hogy 4K kép, meg hogy full HD, egy telefon is megcsinálja ezt, a hangminőségre adjunk már egy kicsit. Egy icipicit kéne, és élvezhető lenne. Lehet, hogy az átlag ember fülének ez nem, aki a vízé szarás közben nézi a videót, de engem ez kurvára zavar. Az Alekos egy troll, ő nagyon sok f***ságot csinál így, de direkt, és ezzel felbassz az embereket, és ugyanúgy fennmaradt, és eltartja magát a sok f***ságból, és ezt nagyon jól csinálja amúgy. Tehát, hogyha én a való világba mentem volna be, több mint valószínűleg én is ezt csináltam volna, hogy így okosan kitaktikázom az embereket, meg én tűnök a legokosabbnak a sok buta között amúgy is. Ez egyértelmű, hogy én lennék ott a legokosabb, hogyha oda bemennék. Mert a többi ember az, néha elgondolkodtam, mikor néztem való világot, meg láttam való világ részleteket, hogy azok hogy tudnak létezni tényleg. De az Alekos az jól csinálta, jól egymásnak ugrasztotta a sok idiótát, és ezért végig ott tudott maradni. Mert hogyha ő nem lett volna ott, akkor nem lett volna jó a szórakozás. És így szavaztak az emberek is, az emberek ezek azért látják ezeket a dolgokat. Ez a cipő 40 a Nike oldalán. LOL, és ilyen drágán adja el ez a Balázs Kicks, hogy 35k profitot rárak. Az mondjuk elég erős, meg nyissunk már mi is egy sneaker shopot. Már 2 éve eltelt azóta, hogy feltöltöttem az első videómat YouTube-ra. Ez lesz a 100. Kicsikét vissza szerettem volna nézni magamra, hogy milyen úton is indultam. És hogy merre haladok. Ott vagyok! That's me!
That's me! Hey, chat! That's me, chat! Tudom, hogy nem vagyok okos, tökéletes, és még biztosan fogok hibázni. Ahogy mindenki más is. Hiszen erről szól az élet. Tanulunk, amíg élünk. A vágási tehetségeimmel szinte biztosan nem fog átjönni annyira, amit mondani szeretnék nektek. Mit is szeretnék mondani? Csak 2 éve mutatkoztam be, hogy ki is vagyok, és hogy miért kezdtem el videókat csinálni. Szórakoztatni szeretném az embereket a videóimmal, ugyanúgy, ahogy saját magamat az elkészítésükkel. És nem hiszem, hogy ennél több indok kellene. Igazából csak ennyit szerettem volna elmondani. Dumálni veletek. Elmondani azt, ami magamban van. Na, sziasztok! Ezt azért csinált, hogy rosszul érezzem magam. Hát ez fasz a videó volt, de ezekről az iskolai bántalmazásokról, meg ezekről a dolgokról én már beszéltem úgy bővebben is egy régebbi videóban. Én azt hittem, hogy ebben azért egy kicsit több dolog lesz, nem? De hogy változik a személyisége, meg fejlődik, ez tök cool, én ennek örülök amúgy. Csináljon egy kicsit jobb tartalmat az Alexnál, és kicsit távolodjon el tőlük. Menjen el ebben a művészibb irányba, vigyen valami értéket a videókba, és akkor tök király lesz amúgy. Artikuláltat volna egy kicsit jobban, lehet, hogy izgult, vagy I don't know, man. De amúgy ez egész cool, ez egy egész jó videó volt. Partizánom van föl Just Videod interjú. Ezt a videót nézze meg mindenki, javaslom nektek. Én nem fogom most bejátszani, mert ezt nem akarom kritizálni, mert ez egy nagyon jó videó. De ezt nézzétek meg, ezt mentsétek el, és nézzétek meg a stream után, nagyon-nagyon jó videó. Just Vidmerről szól, benne van az anyukája is, meg az életéről beszél. Lesz egy ilyen, képzeljétek. Ingyen ad majd nagyméretű tévét az embereknek egy új startup cég. Egy petákot sem kell fizetni érte. Micsoda? Hogy tényleg lesz ilyen? Meglehetősen érdekes, bár korán sem egyedi, vagy korábbi példa nélküli modellel állt elő napokban egy új amerikai startup, a TV. Ugyanis azt ígéri, hogy teljesen ingyen fog egy nagy méretű tévét adni ügyfeleiknek, tehát azoknak egy petákot sem kell majd a készülékért fizetniük. Hogy micsoda? Ingyen valami? Na hát hol van a turpisság? Mondom a turpisságot. Ugyanakkor a tévé esetében nem egy hétköznapi modellről lesz szó, hanem egy olyanról, amin a főképernyő mellett egy másik, kisebb kijelző is megtalálható. A cég ez utóbbin folyamatosan reklámokat fog futtatni, amiket így a tévézők a műsorok nézésére közben szintén láthatnak majd. És ezekből származó hirdetési bevételekből tervezi a készülékek árát, illetve saját működési költségeit fedezni. Na most teszem fel a kérdést, hogy biztosan nem lesz egy ember sem, aki amúgy modolni fogja, és mondjuk leszedi azt a kijelzőt róla, vagy akármi. Hát ilyet tuti nem lesz ilyen, nem? Surely nem lesz ilyen. Clueless-ek. Hol kell megrendelni? Az a baj, csak amerikai szerintem. Amerikában vannak ilyen buta emberek, akik ilyen buta dolgokat találnak ki. Szóval szerintem ez ott fog lenni először. Ez nem fog eljutni Magyarországig. Letakarom a második képernyőt, és nem kell néznem a reklámokat. Kész, megvan hekkel a rendszer, ingyen tévé. Ez kemény. Na most megnézem újra. Nyom, 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 nyom! Nyom, 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 nyom! Kígyók kígyóznak. Kígyóznak. Ideig tudtam. Ez ennél többet úgyse tud senki csinálni nálam. Nincsenek nyomnyomok! Véleményed Maniba. Hát de pont ezért csináltunk egy videót erről, hogy akkor tudjuk le. Ha már ennyire kíváncsiak vagytok olyan emberre, akit nem ismerek, egy videóját se láttam soha, csak egy fényképet. Meg amiket írtok. Ott van, karaktergyilkok, vagy mi a címe a videónak. Hát de már letudtuk fél éve. Mi a véleményed, az van róla a videó? Hát ez nekem annyira gyerekes, hogy azóta? Hát ugyanaz. Mi változott volna? Egy képet látott róla, mennyit tud rólam, az közben végignézte a dolgokat. Nézte az Istis podcastet és a videóimat is nézte, ez fix forrásból tudom amúgy. Azóta sem láttam egy videót se. Azt ott kértétek, megcsináltam, az kész, le van tudva, ott van. Ennyi. Egy képet látott rólam, de gyerekeket fenyegetek. Most akkor melyik?
Ez 2 órája volt. Nem értem. Nem értem, de most nagyon, nagyon kell húgyoznom megint. Szia Manin, ha elfogyott a manit, csak szóljádon ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.